A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. Nagyon sokféle motoros jacht van gyakorlatilag Európában és Amerikában is, amik itthon nagyon népszerűek. Abból mi azt a márkát választottuk, amit a magyarok nagyon kedvelnek régóta már. Nagy szerencsénkre a Hanze csoporthoz került a Sea Lion motoros, ami eredetileg angol márka. Tehát ők nem maguktól fejlesztették, hanem egy nagyon komoly tapasztalatot, tudást hoztak az angol márkával a német hajógyárhoz. És a Sea Lion motorosok azok nagyon jól működnek ugyanúgy folyón, mint tengeren. Nagyon masszívak, és megvan bennünk az a lehetőség, főleg az ilyen 10 láb körüli hajókban már, ennél kisebb a Sea Lion-nak nincsen, hogy ezeket már adott esetben le tudja vinni az ember az Adriára, akár egy hétre, egy hónapra, vagy egy egész szezont el tud tölteni egy 2-4 kabinos, 30 lábas motoroson. Ismeri a piac, mi nem ismerjük feltétlenül ezt a piacot, mi elsősorban a vitorláshajók piacát ismerjük már hosszú évek óta. A motorosokat tanuljuk, de ehhez nagyon jó partnereket választottunk, az egyik legkomolyabb partnereben a Viking, akik a Dunántiszenoton vannak most már 30 éve legalább, úgyhogy nem véletlenül velük dolgozunk együtt, megbízható partnerek. Az ő igényeik szerint is választottuk ki, hogy elsősorban a Sea Lion motorosokat hozzuk a Dunára. Évről évre, ahogy a vitorlások, úgy a motorosoknak is a szélessége növekedik és a komfortja. Többekkel beszélgetve itt a Dunán azon csodálkoznak, hogy egy 33 lábas, 10 méter vízvonalú, 10,5 méteres hajóban hogy lehet elférni, tehát két kabinban 4-6 ember kényelmesen már el tud férni, míg a körülöttünk lévő hasonló méretű hajókban csak egy kabin van mindösszesen, tehát sokkal nagyobb életteret biztosítanak ezek a hajók. A motorok már modernebbek, dízelmotorokkal, D3-as Volvo-kkal hajtva, egész optimális fogyasztásokkal, nagy távolságok megtehetők, megfizethető költség mellett. Az elektromos hajók azok párhuzamosan érkeznek a dízelhajóinkkal. Ugye a Balaton elsősorban az elektromos hajóknak a piaca, ott mind külmotorral, mind beépített elektromos motorral, jövőre már meg fognak jelenni ezek a hajók a Balatonon. A Sea Lion hajók közül a nagyobbak, 43-50 lábas hajóink vannak, amik elsősorban természetesen a tenger felé kacsingatók számára nagyon jó választások. Ezek komoly tengeri hajók már, akár gyroszkóppal és biztonságos nagy távolságon megtételre alkalmas hajók. A másik márka, amit szintén a Hanze csoport tagja, a Fjord hajók, ez sem saját fejlesztés, hanem gyakorlatilag egy tradicionális, jól felépített, nagyon modern hajó család. Ezek elsősorban a napi hajózásra ilyen D-sailer típusú hajók, nagyon modern, szögletes, nyitott testek, amik elsősorban az egynapi hajózásra vannak kitalálva, tehát amikor ahhoz társul egy apartman, szálloda elhelyezés, vagy akár itt a Dunán, amikor az ember csak napközben lejön egy-két órára a Dunára, arra egy tökéletes megoldás, mert 10-12-14 ember elfér egy viszonylag kis hajón, tehát nagy az életfelület rajta, az életterület, és viszonylag szerény belül, tehát egy kabin van mondjuk benne. A szezon végéig, amíg nem fagy be a dunai kikötők többsége, és jó idő van, addig ilyen rendezvényeken itt a Dunán, akár a Vikingnél, akár nálunk lehet jelentkezni próbavitorlázásokra. A következő kiállítási lehetősége, ahol több modellt is be fogunk már mutatni, az a 19. február 21-24 között megrendezésre kerül Budapest Boat Show. Ott hivatalosan már itt lesznek a Sea Lion hajók, és vélhetőleg a Balatonon a genesei szeptemberi kiállításon 19-ben. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta.